Köszöntök mindenkit, aki szerint a sztrájk alapjog. Emlékszem, amikor 2020 őszén a Free SFE dolgozói vívódtak azon, hogy beszüntessék-e a munkát, hogy sztrájkba lépjenek-e a hatalom erős embere ellen, akit a fejük felé tettek, és aki megfosztotta őket az egyetemi autonómiától. Vívódtak, mert tudták, hogy a sztrájk szükségszerűen kárt okoz, na nem a hatalom erős emberének, hanem épp azoknak, akik rájuk vannak bízva, akiknek a legkevésbé szeretnének ártani, a tanítványaiknak. Tudták, hogy a diákok szenvedhetik meg, hogy nem kapják meg a kellő tudást, hogy nem tudják letenni a vizsgájukat, hogy nem tudnak munkába állni. Sztrájkolni sosem könnyű azoknak, akik nem csak munkát, hanem hivatást választanak, akiknek szívügye van, akinek küldetése van, aki saját idejét, erejét, pénzét nem kímélve szeretne egy nálunk jobb generációt nevelni a jövőnek. A tanárok ilyenek. A sztrájk... De képzeljétek el, micsoda elkeseredettség kell ahhoz, hogy óvónők, tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök mondják azt a gyerekeknek és a szüleiknek, hogy nem, ők most nem fognak tanítani. Több évnyi hosszú és eredménytelen küzdelem mutatta meg, hogy tárgyalással, egyeztetéssel a pedagógusok sem a munkájuk értékét, megbecsültségét mutató fizetést, sem méltó munkakörülményeket nem remélhetnek. Nem volt hát más választásuk. Utolsó lépésként szánták rá magukat a sztrájkra. Utolsó erejükkel nyújtak egy olyan alapjoghoz, ami tudatosan hoz nehéz helyzetbe másokat. Január vége óta sok tízezren vettek és vesznek részt ma is a tiltakozásban. Sokan még a törvény megszegését, a polgári engedetlenséget is vállalták. Tették ezt azért, mert a kormány, megrettenve erejüktől, megpróbálta elhallgattatni őket. Hiszen a kormány mindig szereti elhallgattatni azokat, akik kiállnak magukért. Ez történt tavaly nyáron, amikor a légiirányítók sztrájkját vágta el egy nappal a sztrájk előtt meghozott tiltórendelet, és ez történt egy hónapja is, amikor a pedagógusok sztrájkjogát üresítették ki. És ne legyenek illúzióink, bárkivel megtehetné és meg is tenné ezt a kormány, ha úgy alakulna. Ezért fontos az összefogás, ezért fontos a szolidaritás. Hiszen csak a közös kiállás üthet rést a hatalom pajzsán. A tanárok helyzete nem csak a tanárok ügye. A tanárok helyzete a gyerekek ügye, a szülők ügye, az egész társadalom ügye, a jövő ügye. Szabad országot, szabad polgárokat csak szabad tanárok tudnak nevelni. Olyan tanárok tudnak szabad embereket nevelni, akiknek a munkája nem rabszolgamunka,
akik nem kizsigereltek, nem kiégettek, akiket megbecsülnek. A sztrájk alapjogáért küzdők épp ezért a megbecsülésért harcoltak mindig is, hogy elismertessék, a munka mögött egy ember áll, akinek tudása, személyisége nem pótolható, nem felcserélhető. A sztrájk végső eszköz arra, hogy megmutassa az erősebbnek, itt emberekről van szó, akiknek élete van, méltósága van, akiknek a tudását, képességeit nem nélkülözheti a társadalom, akiket nem hallgattathat egyszerűen el az, aki hatalmasabb. Mélyen meghat, hogy a pedagógusok még a sztrájkkal is tanítják a gyerekeimet, minden gyereket. Arra tanítják őket, hogy fogjanak össze, álljanak ki magukért, és álljanak ki egymásért. A sztrájk számomra azt jelenti, hogy még nem adtuk fel, hogy még nem adták fel a tanárok, hogy még dolgozni akarnak, még nevelni akarnak, még tovább akarják élni a hivatásukat. Ezért követeljük, hogy a kormány teljesítse a pedagógusok sztrájkköveteléseit, a hatalom ugyanis nem tud nélkülük másfél millió gyereket tanítani.